Elégedett lehet Király István, a Halker Király Team vezetőedzője. Tanítványai összesen 6 arany, 3 ezüst és 5 bronzérmet nyertek a Dublini Irish Openen, és ezzel a teljesítménnyel kiérdemelték a legeredményesebb klubcsapat címet is. Dublini élménybeszámoló következő Király Istvánnal, Kondár Annával és Móráddy Zsolttal, akik egyébként nagyszerűen szerepeltek ezen a viadalon is. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát megint csak szuperlatívusokat tudok előhívni veletek kapcsolatban, egészen fantasztikus, amit a csapatot produkál évről évre. Ráadásul úgy, hogy amennyire tudom, ugye ez a verseny gyakorlatilag a világ egyik legnagyobb, mondjuk hagyományú és létszámú versenyének számít. Pontosan így van, jó reggelt kívánok. 2800 induló, több mint 48 országból. Ez hihetetlen. Van olyan sportágon, összesen nincsen nyom. Nem azt mondom, hogy a világon, de mondjuk egy világversenyen bizonyára nem. Igen, a kickbox nagyon komoly lépéseket tesz az olimpiai kvalifikáció felé, hiszen több mint 2,5 millió leigazolt versenyző van, most már 148 országból. Ennek a szövetségnek egy nagyon komoly verseny, azt kell mondom, hogy szinte a legnagyobb a világ és Európa bajnokságokon kívül, az úgynevezett klubcsapatok világbajnokságának is betudható Irish Open. Ezen szerepeltünk a hétvégén, és hát az említett eredményeket sikerült a hölgyeknek és az uraknak megnyerni, úgyhogy nagyon büszke vagyok. Ráadásul, ahogy néztem ugye itt a korcsoportokat, hogy talán ennek a klubcsapat elismerésnek az egyik nagy erénye az, hogy így, mint az orgonasék, ugye? Tehát a legkisebbek gyakorlatilag a legnagyobb, akik mindenki ott van, és minden egyes súlycsoportban és kategóriában tulajdonképpen erőn felül kell teljesíteni. Igen, ez valóban egy nagyon nehéz kihívás egy csapat életében, hogy az utánpótlásra ugyanakkor a figyelmet és energiát tudjon, illetve legyen képes rászánni. Ez a klubcsapatok világbajnokságának pontosan ez a kihívása, hogy minden korosztálynak, hát hiszen a 9 éves kis Bozog Szabi, aki két súlycsoport kategóriát is megnyert első nemzetközi versenyén rögtön, hát úgy kell képzelni, hogy több mint 80 és 120 között van kategóriánként az indulók létszáma. Ez azt jelenti, és ebből két súlycsoportot. Párhuzamosan rohangáltunk tatamiról tatamira. Van olyan súlycsoport, például a felnőtteké, akik reggel 9-kor elkezdték, és este 9-kor volt az utolsó döntőjük. Elképesztő, hihetetlen. Hát a másik ugye, hogy itt a háttereket is ismerni kell. Anna, veled kapcsolatban azt tudom, hogy a plusz 65 kilós súlycsoportban versenyeztél, nagyszerűen nem akárki győztél az ötszörös világbajnok angol versenyzőt, méghozzá egy komoly térdsérülésed volt, ugye, amiből fölépültél erre a mostani versenyre. Igen, pont tavaly ugyanezen versenyen szereztem egy térszalagszakadást, és levált a port a térdemből. Ajjajjaj. És azóta küzdöttünk azért, hogy újra versenyezhessek. Operáció és rehabilitáció és egyebek. Hát akkor ebben a tekintetben külön ismerésem, ezt testközelből ismerem, hogy ez mit jelent. És ráadásul egy ilyen, mondjuk neves, és nyilvánvalóan ilyen elismert versenyzőt legyőzni, azt gondolom, hogy ez még ad egy plusz fűszerezés, nem ennek a címnek? Igen, külön öröm volt. Ráadásul a sorsolásom sem volt egyszerű. Elég nehéz ágon kellett eljutnom a döntőig. Már az elődöntőben találkoztunk az angol ötszörös világbajnokkal, a Beth Sturzakerrel. De igen, ez külön öröm volt, hogy őt is megvertük. Hogy koncentráltad magadat ennyire erre az eseményre? Mert hát nyilvánvalóan itt csak személyes emlékekből táplálkozom, hogy az ember egy ilyen sérülésen túljut, akkor azért óhatatlanul egy picit a fejében ott motoszkál az, ha csak meg nem tanulja ezt teljesen kikapcsolni, hogy ez már megtörtént, tehát hogy azért vigyáznom kell esetleg erre a testi szerre. Igen, ez mindig bennem marad. Igazából, de talán hasznomra is vált, mert azóta minden mozdulatomra háromszor annyira figyelek, mint előtte, és sokkal több összpontosítást igényel, és sokkal jobban tudom kontrollálni a mozgásomat. Ez már Király Istvánnak szerintem az egyik speciális mesteri eszköze, hogy te ebből még pozitívumot tudsz lefondni, hogy hasznodra vált ilyen sérülés. Na mindegy, hát ez azt gondolom, ez a csapatod erényeinek egyike. A másik, ugye Zsolt, ahogy nézem, 128 versenyző volt a te kategóriádban. Onnan jutottál be a döntőbe, ugye, ahol aztán majd el fogod mondani, hogy milyen körülmények között. Ez alkalommal most éppen nem nyertél, de tulajdonképpen úgy tűnt, hogy inkább egy pici bírói segédlet volt ebben, hogy így alakult. Meséld el ezt a hosszú versenyzést. Hát tulajdonképpen ez a versenyszám a nyílt kategória, ami a világkupa versenynek a legvégén kerül megrendezésre. Ez a habatortán, ha szabad így fogalmazni. Hát ezt lehet mondani, ez a kickboxnak a Wimbledonja. Igen. Tehát lehet nyerni világbajnokságokat, de mondjuk egy ilyen klubcsapat világbajnokságon ennél nagyobb elismerés nincs, hogyha valaki ezt meg tudja nyerni.
Az én ellenfelem ebben az esetben is, én már harmadjára Raymond Daniels volt, az amerikai nagy riválisom, és most harmadjára úgy készültem, hogy esélyt sem adok neki, és megverem. Hát sajnos nem sikerült, a végső kiélezett mérkőzés volt, 7 másodperccel a vége előtt még döntetlenre állt a mérkőzés, és hát voltak vitatható bírói döntések, de hát egy pontozásos sportágban ez sajnos velejárója, és még a legutolsó pillanatban is volt egy olyan momentum, ami vitatható volt későbbiekben is. Ezt oszd meg velünk, hogy mi volt itt a dolog, ha elmondható viszonylag röviden. Elmondható természetesen. Igazából végighajtottam a támadásaimmal a Danielst, és az utolsó pillanatban is kilépett, ez a negyedik kilépése lett volna igazából. A bírák úgy ítélték meg, hogy az időn túl volt, és így nem kaptam meg a negyedik kilépését, ami a leléptetést eredményezte volna, vagyis automatikusan én győztem volna. Uh-huh. Úgyhogy így történt, hogy nem én nyertem meg a mérkőzést. Azt tudom, már ismerlek, azt hiszem már az elmúlt beszélgetésekből annyira, hogy ti testet, lelket, pszichét, mindent edzetek egyszerre. Egy ilyen helyzetet az ember ott hogy dolgoz fel, amikor érzed, hogy ebben azért egy erős igazságtalanság van egy ilyen döntésben? Ezt hogy teszed helyre magadban? Nehezen, még nem sikerült teljesen túllépnem rajta. Az időt kell hozzá megemészteni, ezt mit tudom, hogy heteken, hónapokon keresztül át kell rágni? Azért ennyire sok időt nem vesz igénybe. Uh-huh. Lezártam magamban, voltak nekem is hibáim természetesen a mérkőzés uh-huh. alatt, úgyhogy a következő alkalommal ezt maradéktalanul ki kell javítani, és azt hiszem, hogy a következő verseny, a következő tatamira lépéskor ez már nem is lesz bennem. István, ez fantasztikus, hogy így neveled a versenyzővidet, hogy rögtön magukban keresik a hiba megoldását, hogy még csak esély se legyen esetleg egy ilyen bírói, hogy úgy mondjam, manipulációra. Ezt gondolom, hogy a napi tréning része, ugye? Tehát ez a fajta mentális munka. Hát abszolút, főleg azért, mert olyan szinten ki vannak ránk élezve, nem csak az ellenfeleink, de a bíróink is, akik próbálnak ugyan függetlenek maradni, de úgy van ez, hogy akik tényleg évek óta az érentáblázat élén végeznek, azokat valahogy úgy nem szeretik. Tehát, uh-huh. hogy úgy... Hát vadásznak rájuk, ezt igen, is minél többet, és maga már a versenyből kijutás is borzasztó volt, hiszen nekünk megvolt már a repülőjegyünk, és, uh-huh. és aztán tudjuk, hogy ez sajnos nem sikerült az utazásunk, de szerencse, hogy azért mögöttünk olyan támogató áll, aki ilyenkor azt mondja, hogy akkor félre bánod, félre búj, és hát menjetek. Úgyhogy már maga az volt egy nagy csoda számunkra, hogy egyáltalán Dublinban el tudtunk indulni, és hát utána... Ez az első, hogy mondjam, már itt megnyertétek magatokban bizonyos szempontból. Igen, hát nagyon úgy volt, hogy akkor köszönjük szépen ezt a versenyt, uh-huh. akkor kihagyjuk, mint ahogy sajnos ki kellett hagynunk Athént, de szerencsére ide el tudtunk menni. És hát amikor megérkezünk, és megérkezik valaki, akkor már előtte a kommunikációs oldalakon mindenhol azt halljuk, hogy gyertek, és most aztán ledöntünk megy titeket. Megy a hadviselés. Ledöntünk titeket a trónról. De viszont mikor vége van a versenynek, akkor azért látszik, hogy a Zsolt például mindenki szemében nyertes, tehát olyan kommentek vannak, hogy, uh-huh. hogy fönn van minden videó róla, és hát szerencsére azért a versenyzők is, és a nézők is elég komoly szakértelemmel bírnak, úgyhogy nekünk már biztosan ott van a tudat, hogy ezt a Zsolt nyerte. Egyértelmű. Te magad egyébként ott abban a helyzetben mennyire tudod az érzelmektől függetleníteni magad? Hát nyilván részese vagy, látod annak a pillanatnak a megélését. Hogyan szervezed le magadban? Mert hát azt látom és hallom, hogy mit tanítasz a tanítványaidnak. Nekem különösen nehéz ez, hiszen én is nemzetközi bíró vagyok, és hát szeretem is magát a bíráskodást, csak hát az ember eldönti, hogy melyik utat kell neki választania. Úgy nagyon rossz megélni. Tehát én látok minden pontot, látom azt, hogy az valóban kilépés volt, tehát vitán felül állnak ezek a döntések, és mégis egyéb okok miatt, tehát én tudom, mik ezek az okok, de hát ez sportpolitika, tehát kellenek a tengeren túli versenyzők oda, nem lehet mindig őket megverni, uh-huh. csak ezt nehéz megmagyarázni egy olyan versenyzőnek, aki minden nap 3 órát edz, és utána felteszi a kérdést, hogy de hát mennyit edzek még, hogy igen. a bírókat is megverjem, és akkor ilyenkor szerencsére jön az, hogy ők nagyon komolyan gondolkodnak, tehát le tudunk ülni, és ezt már a verseny előtt gyakorlatilag egy ilyen mentál tréninggel én felkészítem őket, hogy bizony. Tehát képes vagy abban a helyzetben, jól értem, nekik a cél érdekében mást mondani, mint amit magadban gondolsz, vagy érzel abban. Tudják, hogy mit, ők is tudják, hogy mi zajlik, tudják, hogy én mit gondolok. Uh-huh. Én ilyenkor mindig azt mondom nekik, amit őszintén gondolok, vagy azt, hogy ezt most elvesztetted, uh-huh. vagy azt, hogy megnyerted. A Zsoltnak azt mondtam, hogy ezt megnyerted, és ennyi elég volt.
Hát ez így van, ez maximálisan így van. Feladatok még a jövőre, mert akkor ezek szerint ti mindent hozzátesztek, amit hozzá lehet tenni. Azért az egyéb körülményekre is, ahogy halljuk, szükség van támogatók és tényleg önfeláldozó emberek segítségére. Hát igen, a Halker Király Team Kickbox Akadémiának az idei év az nagyon, nagyon nehéz lesz, hiszen a jövő évi szentpétervári világjátékok, ami a Peking utáni igen. újra óriási kihívás, erre készülünk az EB-re, az EB lesz a selejtező, és hát reméljük, hogy ezen az EB jól szerepelünk, mert akkor a világjátékokra már meg lesz a kiutazási engedély. Ebben egészen biztos vagyok, hogy titeket ismerlek, és szívből gratulálok a fantasztikus eredményekhez. Ez tényleg egy újabb mérföldkő ennek a fantasztikus csapatnak az életében, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy hallunk még rólatok. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzá. Köszönjük szépen.